Köszöntöm a kedves nézőket, Brockhauser Barbara vagyok. A Kárpát-medencétől délre, délnyugatra egy ciklon található, és a hajnali időszakban ennek gyenge csapadékzónája el is éri térségünket. Emiatt pedig a holnapi nap folyamán szórmányos jelleggel csapadékra számíthatunk többfelé az országban, és folytatódik a borongós időjárás. Az esti éjszakai időszakban pedig többfelé kell kötképződésre készülni, és a ködös területeken kisebb ónoszitálás, gyenge hószálingózás kialakulhat, és mindenütt fagyni fog hajnalban a leghidegebb területeken, akár mínusz 12 fokot is mérhetünk. Holnap napközben tehát folytatódik a borongós időjárás, de helyenként elvékonyodhat, felszakadozhat a felhőtakaró. Néhol viszont tartósabban is megmaradhatnak majd a pára, valamint kötfoltok. A csúcsértékek mínusz 5 és plusz 3 fok között mozognak majd, és többfelé kell tehát csapadékra is készülnünk szórványos jelleggel. A déli-délnyugati területeken inkább ónos eső, havas eső, míg északon, északkeleten havazás valószínű. A következő napokban pedig leginkább esőre van kilátás, ugyanis megfigyelhető, hogy erőteljes melegedés kezdődik. A hétvége folyamán helyenként már 10 fokot is mérhetünk, és az is látható, hogy vasárnap hajnalban sehol sem kell fagyra számítanunk. Köszönöm a figyelmüket! Viszontlátásra!